Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, amiben egy múlt heti sztorit fogok nektek elmesélni, és remélem, hogy nagyon sokan tanultok majd belőle, illetve okultok az én hibámból, mert hogy felelőtlen voltam. Úgyhogy erről az egészről fogunk beszélni. Ez egy ilyen kis, nagyon laza kis beszélgetős videó lenne. Közben csöngettek, mert várok valakit, várjatok! Tudtad, hogy leskelődök, hogy mi van? Panda. Szevasz, tesó, mi a helyzet? Papa, nem láttam, mert kamerában néztem, bocsi. Na jó, gyere, mert videózom én közben. Nagyon rossz, hogy még mindig úgy videózom, hogy nem láttátok még a lakást, és még nem mutattam meg nektek, de majd ígérem, megfogom, talán a jövő héten, vagy valamikor a napokban igazából, csak még, amíg nem mutattam meg, addig nem akarom nagyon sokat lássatok belőle. Légy szíves, hogyha videózok, akkor... Na mi a helyzet amúgy, főnök úr? Veled mi a helyzet? De, profi vlogos vagyok. Szevasztok. Sziasztok, srácok. Peti egyébként átjött, még nem láthattátok, ő ilyen énekesnek készülőben való gyerek. Melóról fogunk beszélni, és új projektek lesznek, és nagyon sok minden fog változni. Ennyi. Jó, művelsz, mesélj. Hát neki fogtam videózni egyébként, nagyon nagy izébe vagyok, közben számítógépen látod. Szerintem látszik egyébként, hogy megy a meló, sorozatozni fogok, tehát most ráfüggök megint a dolgokra. Aranyéletesben vagyok, nagyon Peti, el kell, hogy mondjam. Tudod legalább mi az aranyélet, ugye? Ne vigyorog, ne már. De, hogy ne tudnám. Voltam, az a sorozat, csak nem láttad. Nem. Mert egy gyökér vagy. Már ne haragudj, de tényleg. Magyar sorozat. Voltam a Playboyon tegnap előtt, a díjátadón, és nagyon sok kolléga, és különböző közszereplő per színész, mindenki volt ott, és ismerkedtem meg új emberekkel, és voltak aranyéletes szereplők és haver. Nem, ez mi? HBO-n pörgetem, mert hogy nem akarom letölteni, mert szerintem ti is tudjátok, ismertek az HBO-t, csak a Peti nincs ennyire képbe a dolgokkal, hogy a telefonomon, tabletemen, konzolomon, Apple TV-en bármilyen tudom nézni aktuálisan, és nem is kell letöltsem, szóval ha itt majd abba hagyom a tévén, és elmegyek valahova, vagy a gépen, akkor majd a telefonomon, tabletemen tudom folytatni. Gondolom fizetős, ez nem? Első hónap ingyenes, és akkor utána, hát egy hónap azért, egy hónapat ki lehet pörgetni ott a dolgokat. Aztán nekifogok a Beyond túloldalnak, ha már így nagyon gyorsan benne vagyunk a dolgokban. Beyond túloldal és az aranyélet második évad. Elég maradva a Trónok harcába, meg hát nagyon sok olyan sorozat van, amiben vagyok. De ezeket itt mind lehet tolni, minden fenn van. Ja, várjál, lerakom, hogy tudjak normálisan magyarázni neked. Már bocs, hogyha nektek nem mutatom így nagyon gyorsan. Tudom, nem baj. Hello, sziasztok. Bocsánat közben egyébként, hogy ilyen szétszórtnak tűnik az egész, csak most tényleg elmagyarázom ennek a gyereknek, de szerintem ti már vágjátok az HBO-t, mert te hogy ennyire le vagy maradva, vagy aranyéletet se láttál, mondjuk most nem tudom, hogy ez egy nagyon izének hangzik, ilyen aranyélet promónak ez a dolog, de én tényleg akkora fan voltam, hogy ez elképesztő. Már amennyit én hozzá tudok tenni a már meglévő hatalmas népszerűségükhöz. Szégyen magad, hogy nem láttad Peti az aranyéletet. Meg hogy nem használsz HBO-t, te töltögetsz? Ne, én alapvetően már egyet, én nem nagyon nézek, amúgy se sorozatot, se tévét, annyira nem szoktam. De mit csináltál? Töltögettél régen? Nem néztem online. Ez nem betöltés, nem tudom. Hát ez is online-nak számít, ez legalább HD. Csiki-csuki, de ez legalább HD, haver. Meg a Westworld az, amit néztem, csak az nekem nem jött át. De ha már itt vagyunk, akkor írjátok le, hogy használjátok az HBO-t, nézitek el, vagy mind szoktatok nézni filmeket. Egyébként Peti, mivel itt vagy, muszáj úgy folytatnom, hogy itt vagy. Ebben a videóban szeretnék nektek beszélni egy picit a múlt héten történt eseményekről, legalábbis egy darab éjszakát felölelő. Na de a sztori! Te már tudsz egyébként, ha érted, mire gondolok, Erdélyben, amikor kint voltam és a kis malőrömet megtettem a rendőrséggel. Rajtam maradt a gázfedál. Igen, várj, nem ugorjunk ennyire előre. Szóval alapvetően ezt a videót, és mostanában elég sok videómat egy picit komolyabb hangvételre próbálom tenni, és nem elhülyéskedni a dolgokat, és gyerekesnek tűnni, stb. Illetve nagyon sok minden fog változni majd, de én nem akarok ezekről beszélni, mert nagyon sokszor volt 5 év alatt, hogy beharangoztam valamit, jó, akkor nem volt egy egész csapat a hátam mögött, és csináltuk folyamatosan a dolgokat, beállangoztam valamit, és akkor végül nem lett belőle semmi. Úgyhogy nem beszélek ebben semmit, de a Peti is most azért jött, mert egy új projektben vesz majd ő is részt. Szóval kint voltam Erdélyben a múlt héten, és érdemes azt tudnatok rólam, hogy vonattal jöttem vissza. Azért, mert nem volt repülőjegy, tehát egyszerűen nem tudtam vásárolni, és nekem vissza kellett jönnöm, mert üzleti dolgaim voltak mindegy a héten. Tök mindegy. És a repülőt sem azért mondom, mert hú de burzsúlyok vagyunk, csak az a legkényelmesebb. És egyébként, amit lehet, hogy még ti sem tudtok nagyon sokan, a repülő az olcsóbb, mint a vonat. Ezt én nem értem, hogy hogy. Wood 11 000 forintból repülök, és egy órát repül. Tehát tudod mennyi?
felszáll, leszáll, mert egymás mellett van két ország. Vonat, gyereke, 22 000 forint kávé, 13 órát jön. Konkrétan belebetegedtem. A Bálint hozott haza, és beteg lettem, haver. De mondtam neked. És a vonattal jöttem haza, ugyanis elkövettem egy nagyon nagy baklövést ott Erdélyben. Egy picit elszaladt velem a ló, meg az autóm. És ebből szeretném, hogyha nagyon sokan tanulnátok, mert ez tényleg egy olyan dolog, amivel nem szabad alapvetően viccelni, és oda kell figyelni. Nagyon sok olyan nézőm van, aki esetleg most kap jogosítványt, vagy már van egy X idei jogosítványa. Nekem talán picivel több mint egy éve van jogosítványom. Nagyon sokat vezettem, Budapestre is nem egyszer vezettem ki, ami csak kifele 700 kilométeres, akkor 1400. Jól számoltam, ugye? Viccelek. Quick match. Azért volt X kilométer a lábamban, viszont még egyáltalán nem mondom magamat rutinos és tapasztalt sofőrnek. Azt mondom mindig, amikor kérdezik, hogy te jól vezetsz, mindig azt mondom, hogy sokat vezettem, nagyon sokat. Ahhoz képest korombeliekhez, amikor megkapják a jogosítványt, nem mennek ilyen 1400 kilométereket 3-4 nap alatt. De nem gondolom magamat tapasztalt sofőrnek, mert oda legalább 20-30 év kell, és ebben igaza is van minden felnőttnek, akivel beszéltem, így a másfél év alatt, amióta van jogsim, és mondták, hogy azért nagyon szép, hogy sokat vezettél, de érdemes odafigyelni, és igazuk is van. Mindig beleestem azokba a hibákba, amivel hát így a sofőrök, kezdő sofőrök nagy százaléka beleesik, ez a olyan előzések, olyan kivágások, így nem adod meg az elsőbséget. Gyorshajtás, igen, az is volt, nekem nagyon sokszor szóltak a városomban, otthon Sepsiszentgyörgyön, nem titok egyébként, illetve mindenki tudja a városban, a szüleimnek szóltak, hogy szállok fel az autóval, kb. Ami nem vicces azért. Szóval én gyorsan vezettem mindig, sportosan, illetve talán azt is lehet mondani a vezetési technikámra, hogy agresszív volt. Meglett a bőtje a dolgoknak, viszont itt tényleg nagyon elszaladt velem a ló. Hazamentem, és a barátaim is otthon voltak, ugye úgymond a gyerekkori barátaim, de még mindig gyereknek számítok. Fiatal felnőttnek talán, akikkel iskolába jártam, akiket régóta ismerek, és ugye mindenki elment egyetemre, szétszélettünk hasonlók, és most hazajött mindenki, mert szünet volt az egyetemen, és elmentünk kocsikázni. Nekünk ez egy ilyen bevett szokásunk, hogy akkor jön a banda, és ilyen több autóval akár, hát most aktuálisan két autó volt, az enyém is még egy, elmegyünk kocsikázni, bemegyünk a szomszéd városba, beültek az én autómba hárman, igen, két fiú és egy lány. És elindultunk a szomszéd városba. És van egy autó szakasz, ami egy ilyen hosszú egyenes út, de tényleg ez a, hát így 2-3 kilométer, Isten igazából, lehet több, nem tudom bemérni az ilyen számokkal, bemérésben nem vagyok jó. 90-es tábla volt, a gyorshajtásom odáig fajult, amit utólag azért sikerült felmérnem, hogy túlságosan elszaladt velem a ló, és egy autó sem volt egyébként az úton, aktuálisan, amikor mi mentünk. Jött szembe egy rendőrautó, és tavaly óta benn van a törvényben, hogy szabad szembe radarozni. Te ezt tudtad amúgy? Nem. Neked is van jogsid. Persze. Mióta van jogsid? Több mint egy éve. És jött szembe egy rendőrautó, és nálunk ott Romániában, itt nem tudom hogy van, be van az a törvényben, hogy szembe jöhet és radarozhat. Na, befogott. Tehát, hogy igen, srácok, befogott, elcsípett, lefotózott minden, már ugye ilyen, hát ez nagyon durva műszerek vannak, már ilyen 200 méter előre befog körülbelül. És ahogy mellém ért, tehát én így fénysebességgel száguldottam feléje, és ahogy elért hozzám, ott már egyből felcsapta szépen a kis szirénáját. 180-as drift, és megfordult az úton, és elkezdett villogni, hogy na most akkor álljunk meg szépen, és kezdődik a szopatás. Megálltam. Az igazságot megvalva nem tudtam, mennyivel megyek. Éreztem, hogy többen, mint a 90, mert ott ugye annyi a korlát. És kiszállt a rendőr, és annyi volt az első kérdése, amikor odaért az autómhoz, nem az én autóm voltam, apukám autója voltam, hogy hány lóerős az autó, ezt így, ez az, nem a jó napot, hanem így benézni, hogy hány lóerős az autó. Mondom, nem tudom, elnézést, kérdezte, hogy tudom-e mennyit a sebesség korlát, mondtam, hogy tudom, azt mondta, jó, várjon egy percet, és hátra megyek a kollégával, lecsekkoljuk, hogy mennyivel ment, és úgy jött vissza, hogy így a duplája. És alapvetően nem menő az, hogy én ilyen gyorsan mentem, és nem is azért csinálom ezt a videót, hogy hú, srácok, ez van, és vagyok ilyen menő, hogy ilyen gyorsan megyek. 180-nal mentem, ami nem vicces, igen, húzhatod a száját. Nem mondtam neked, mennyivel mentem, csak az, hogy mi lett? Talán nem mondtam, mennyivel mentem. 180-nal mentem, és hárman ültek rajtam kívül az autóban, ami abszolút egy akkora nagy felelőtlenség, hogy elképesztő.
és a rendőr mondta, hogy na jól van, akkor 180, ez egy eléggé szép pénzbeni bírság. És elvették a jogosítványomat 3 hónapra, ami nekem azért is érdekes, mert nagyon sokat kell város között itt mozogjak, mert hogy vagy a barátaimmal találkozok, ami amúgy nem annyira extra, hogy kocsit elő kellene venni, de hogy tárgyalások, vagy hogy haza kell mennem Erdélybe, kocsival is szoktam hazajárni, vagy hogy szomszéd városokba kell lemennem valamiért, úgyhogy 3 hónapig nincs jogosítványom, ami azért vicces, mert hogy nekem a vezetés az imádtam, tehát egyszerűen amikor csak lehetett mentem, és gyorsan is mentem, és lassan is mentem, és egyszerűen véremben volt. És elvették 3 hónapra a jogsimat, hát ott a kocsiban az tényleg az egy monumentális 15 perc volt, amikor ott a rendőr megbeszéltük a dolgokat, szondáztattak. Nyilván nem volt senki az úton, viszont ez úgymond egy úgy mezei út, hogy két felől a mező volt, és akkor az aszfaltos út. 3 ember ült az autóban, és felelősséget tartozok irántuk, és ez egyáltalán nem játék. Nyilván az ember csak akkor jön rá arra, hogy milyen hülyeséget csinált, amikor vagy sárga lapot kap, eset, hogy elveszik a jogsidat, mint nekem, vagy a B, amikor a piros lap, és kiugrik egy állat az autó elé. És a 180-nál hidd el nekem, nem vagyok tapasztalt sofőr, de azért megtanultam, hogy hát nem 180-nál tanultam meg, de nem lehet megfogni az autót, semennyire. Tehát ugrott már ki kutya 110-nél előttem, és mondjuk úgy, hogy szerencse, hogy telepjáról voltam. Azért esetleg nekem, hogy mennyire vagyok felelőtlen, nyilván amúgy is rájöttem volna, de hogy amikor jöttünk haza az erdélyi túrunkról, ez a 2-3 nap, amikor ott voltunk ugye 3-an Erdélyben, én, Szabi, Bálint, akkor hazafele, nyilván nem csináltam erről videót, mert ez nem egy olyan dolog, hogy hú, most ettől sok megtekintésem lesz, hogy nearly died, majdnem meghalt, stb. De történt az autópályán hazafele egy olyan eset velünk, ami hogyha rosszul sülel, akkor tudja, hogy ott maradtunk volna. Tehát az volt igazából, hogy nekem ez megvan videón, nem fogom bevágni, mert nincs értelme igazából. Talán a telefonom idehozott vécének a fókusz miatt nem mozduljak el. Nem mutatom nektek, megvan nekem videón igazából, hogy tudjam, nagyon jól köszönöm, nagyon jól illusztrálni a dolgokat. Jöttünk hazafele az autópályán, Romániából, Magyarország felé, és a határtól 5 kilométerre voltunk. Mondjuk erről sem akartam nagyon beszélni, de nagyon jó példa egyébként, hogy tanulni lehessen ebből az egészből, és nagyon hülye voltam, hogy akkor sem tanultam belőle, és nagyon gyorsan hajtottam. Azt mondja, hogy hol van? Itt van a videó. Így kell elképzelni a dolgot. 3 sáv van az autópályán, az egyikben a kamionok állnak, és van még 2 sáv, és így mentünk. Timelapse-re vettem, egyébként azt vettem, hogy mennyi kamion van ott oldalt, azon a felén. És ez a lefordulás, amit a végén láttatok, mivel timelapse-re vettem az egészet, ez nem látszik, hogy mi. Elmondom, mi történt. 140-ben voltunk, 130 a limit, 10-el átlépett, az még egyáltalán nem akkora kihágás, tehát pont jó voltunk sebességben. Éjszaka volt, mint láttátok, és volt egy nagyon nagy sor, és azt videóztam, hogy mennyire sok kamion van a határ előtt. 5 kilométer volt még, és az egyik kamion úgy gondolta, hogy a kb. Korom sötétben kivilágítatlanul, nem felgyújtva a lámpáit, megpróbál kiállni a sorból. Mivel ő egy kamion, és nem egy kis autó, nem tud így kiállni. Ő konkrétan ki kellett teljesen kanyarodjon, és átjött már a gyorsító sávban volt, ugye balfelé, korlát mellett, kijött a mi sávunkra is, és már a sáv közepénél volt, a Bálint vezetett, és éppen magyarázott valamit a Szabinak, és lefele nézett. Ja, vagy a műszerfalat nézte, vagy nem tudom mit. És annyit vettem észre, én mivel videóztam, szerencsére, hogy nem aludtam, mert ki tudja, hogy észrevette volna éppen időben, annyit vettem észre, hogy kb. Egy olyan 50 méterre ott van tőlünk a kamion, aki kivilágítatlanul még mindig halad befele, és már a közepénél van a dolognak. Nyilván elordítottam magam minden, hogy Bálint, vigyázz, nem tudom mi, és 140-nél satufék, és olyankor pár másodperc az egész, lehet, hogy gyorsabban pörög az agyadban, de annyi volt az egész, hogy el kell döntse Bálint magába 140-nél, hogy ő most vagy neki a szalagkorlátnak, és a szalagkorlát tudjuk, az így kinyúlik, tehát nem felfordulsz és pörög, kinyúlik, és akkor nyilván az Audi-tól kaptuk azt az autót, ez van, intézni kell majd dolgokat, de tuti, hogy reméljük megmenekülünk. Vagy megpróbálod, mivel már bejött félig, és a fék csikorgással, ő már azért befékezett, de már ott volt a félig a sávunkon, megpróbálod a kamion és a szalagkorlát között azt az autót így átvinni. És hála az égnek sikerült, tehát ez annyira durva, hogy Szabi hátul behúnyta a szemét, én konkrétan megfogoztam, és azt láttad, hogy fékezve így megyünk a kamion felé, és nem tudtuk azt konkrétan, én voltam a jobb felén, pont ahol a kamion bent volt. Nem tudtuk azt, hogy át fog-e menni,
és ha eltalált volna, akkor hát hidd el nekem. Az utolsó képkocka a timelessben, amikor már fordítom le, akkor még mindig 100-ba voltunk, tehát egy olyan 80-70-nel mentünk a szalagkorlát és a kamion közöttel, de annyira lementünk az útról, hogy a szalagkorlát és az aszfalt között van egy ilyen ennyi poros út, és lementünk, és már azon voltunk, és úgy suhantunk át igazából közötte. Hál' az égnek semmi bajunk nem történt, úgyhogy igazából ebből is tanultam volna, mert ott tényleg majdnem meghaltunk. Illetve szerencsé, hogy egy olyan autóval voltunk, mert hogyha járt utána a szájam, hogy az Auditól én egy Q7-es Audit szerettem volna kérni az Erdély túrra, ami azért hát azért lényegesen nagyobb, mint egy Q2-es, viszont higgyétek el, akkora volt az a kis rés, hogy a Q7-esre nem fértünk volna át, és akkor ki tudja, mi történt volna, mindegy. Szóval ebből is tanultam volna, de ebből sem tanultam, és akkor még most rájött ez, hogy 3 hónap elvették a jogosítványomat. Most tudtam volna vizsgázni egyébként már csütörtökön azon a héten, és egy hónap ma visszaadták volna. Azt mondtam, hogy figyeljetek, 3 hónap, ezt a szülem és leültem, és megbeszéltem, veszek egy biciklit, lesz időm lenyugodni 3 hónapig, én voltam a hülye, és kifizettem a bírságot, és 3 hónapig nincs jogsim, nem járok autóval, legalábbis amit én vezetek, és akkor veszek egy biciklit, és azzal járok. Úgyhogy tényleg nem játék, hogyha valami balesetet csináltok, akár ittosan vezetek, ami amúgy elképesztően felelőtlen, és csinálsz egy totálkárt, vagy bármit igazából, és te életül, és a barátaid nem, akkor börtönben fogsz rohadni egész életedbe igazából, rájön az, hogy megölted a barátaidat, vagy te is meghalsz. Hát ezek a rosszabbik esetek, de tényleg ezek az elrettentő példák. Lehet, hogy nem lett túl vidám a videó, viszont ezt szerettem volna mondani, hogy hát ha ti is tanultok belőle, és mármint az én hibámból, mert tudom, nagyon sokan hallgatnak rám és felnéznek rám, hasonlók, de hogy én is vagyok hülye, és ne kövessétek a példámat, és aki jogosítványt fog kapni hamarosan, vagy már kapott és már van, közelmúltban esetleg, vagy régmúltban, az figyeljen oda az utakon, és ne felejtsétek, hogy nem mindig ti vagytok a hülyék. Ezt is meg kell tanulni, mert van elég, hogyha egy másik hülye sofőr van, és ő okoz nektek nagy kárt. Úgyhogy ja. Ennyi lett van ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Teljesen más jellegű volt, mint a többi videóim. Légy szíves, írjátok le a komment részletekben, hogy mennyire tetszett ez így nektek, mert hogy ez tényleg más, mert egy picit a más oldalam, a kicsit a komolyabbik oldalam. Úgyhogy ja, köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk a következő videóban. Peti. Én Dezső Bence voltam. Sziasztok!